Az ünneptől főként azt várnánk, hogy legyen. Végre valami ne tőlünk függjön, ne a boldogságunknak, jókedvünknek, szerencsénknek legyen kiszolgáltatva, hanem legyen. Mint a napsütés, mint a természet. Ez volna az ünnep. Jön, amikor ideje van, harmónia és jóság nő a nyomában. De nem csak jobbá változunk, hanem a másik jóságára is rálátunk. Egy ezred év alatt sok zivatar verte nemzetünket. De a zivatarok borújában is két fény mindig hű maradt hozzá. Egyik a nemzet csillaga, mely vészek idején is áttört fényével a homályon. A másik pedig virrasztó költőink fáklya fénye, mely a magyarság számára mai tanítás. Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt. Egy nép, ami elhúlt. Hol volt, hol nem volt. Se élő, se holt. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett? Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami, hogy valami volt, s ez a szabadság. Én már könyvből tanultam, hogy éppen 60 éve fiatalok ezrei mentek le a térre, és a csillagokat mind porba haigálták. Én már könyvből tanultam, a zászló miért lyukadt ki, a parlamentnél miért gyújt gyertyalángon, annyi remény a szemekben. Vesszen az önkény, éljen a törvény,
Én már könyvből tanultam, mit visszhangzott Petőfi. Bravo és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézben! Én már könyvből tanultam, hogy békés tüntetésből remény nőtt, és vágy, és tűz, hogy néhány röpke napra otthont lelte haza. Én már könyvből tanultam, hogy nemzedékek titkon, eltemetett sóhajként őrizték meg itthon, tömegsírba rejtve el 33 évre. októbere volt. Abban az októberben hosszabb idő óta rendkívüli időjárás volt Magyarországon. Október vége volt, az időjárás mégis nyárias, mintha augusztus lenne. De a falevelek tudták, hogy ősz van. Sárgán, pirosan és barnán hullottak le a fákról, és mindent láttak, ami azon az őszön történt. Egy messzi, másik új világból elrepült három falevél. Azt látták, hogy fiatalok vonultak az utcára. 20 éves fiúk és lányok. Azután a tömeg egyre nőtt, akkora lett, mint a tenger. Több mint 100 000 boldog, bizakodó ember. Erősek és bátrak voltunk. Olyan sokan egyet akartunk. A zsarnokságot akartuk legyőzni. Nem akartunk, hogy börtönbe kerüljenek azok, akik kimondják az igazságot. Vigyázzatok az éjszakára. Öldöklő karddal jár az angyal. S jaj a háznak, mint megjelöltek. Véres sávval, véres csillaggal. Vigyázzatok! Nagy öldöklés lesz. Nem én teszem, és nem a másik. A bosszú álló angyal kardja űzi őket a pusztulásig. Megyünk, és valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már miénk a pesti utca. Nincs más teendő, ez maradt. Csak ez maradt már menedékünk. Valami szálló ragyogás kér, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl, újongva csapnak, kiborulnak a széles útra. Sejem színei kidagadnak, ismét milyen a pesti utca. Először csak a lyukas zászlók meneteltek, világba kiáltva, fénylő homlokok fölött, sajgó hiányát a történelemnek. Dacolva keleti széllel úgy lobogtak, ahogyan eretnek mágiák föllobognak. Ahogyan villámos viharok elerednek. Először csak a lyukas zászlók meneteltek. A kezdetet nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a mélyből felszakad egy hang. És nincs út visszamenni, nincs út tagadni, nincsen várni. A lehetetlen megpróbálni lehet, mert nincsen lehetetlen. És a végesre a végtelenben kigyúl egy újabb felelet. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a félés átszakad, s harangozni kezdenek, kik minden imát elfeledtek a hosszú éjszakák alatt. A rádióban dobolt a gyászzene, szél fújt, a város vad lélegzete. Esőben csillogtak a háztetők, amikor megálltunk a tér előtt. Sötétedett már, nem láttuk a vért, csak a gyertyák, lobogtak a holtakért. Nem akartunk híresek lenni. Ilyen áron meg semmiképp. Hisz bánatunk már végtelennyi. De nekünk mindig az jutott, hogy a világ minket csodáljon, s fiaink kapják a golyót. De mi megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádiók kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden mindegy. Hát életet adunk szabadságért cserébe. 1956. októbere. Nem csak forrongás és harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a mennyország volt az a 10 nap is. Boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszelídültek, az árkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezűek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt, a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek.
Öröm mámor áradt szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok. Ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. És szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne add, hogy élj. Nem a gyűlölet a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szemnapokban is mindig lásd mások fájdalmát. Már csak értenék a múlt, mint ő szavát. ...1956 eseményei, a felhőtlen boldogság és a mérhetetlen gyász között hullámzottak. A gimnazisták műsora most valami harmóniát teremtett a két érzésvilág között. Valami kiegyensúlyozottságot, valami olyasmit, amire mindig is vágyunk. Hiszen az érzelmeink hullámzóak, néha fent, időnként lent. Időnként mérhetetlen boldogság, máskor gyógyíthatatlan gyász, gyógyíthatatlan bú, reménytelenség. A kettő között kell az embernek megtalálni a harmonikus életet, a kiegyensúlyozottságot, a mindenkori reményt, a jövőbe tekintést. Számomra az ő műsoruk ezt sugározta. A reményt, a kiegyensúlyozottságot, a harmóniát. Úgy, hogy az életben benne van a gyász, benne van az öröm, az újjászületés, fent és lent. 1956 számunkra, gyóniaknak, dabasiaknak, helybelieknek egy nagyon fontos és kiemelt esemény, történelmi esemény és ünnep. Azért, mert a dabasiak, a gyóniak két diktatúra szenvedő közössége volt. Két diktatúra is áldozatokat hozott, két diktatúra is elhurcolt erről a településről embereket, és végzett ki. Benne él a mai gyóni emberben, a mai dabasiakban, a mai magyarokban, mélyen benne él a történelmi emlékezetünkben 1956.
60 évvel ezelőtti történt eseményekről beszélünk, erre emlékezünk. A műsorban résztvevő gimnazisták szülei sem éltek még akkor, amikor ezek az események zajlottak. Mégis benne él a zsigereinkben, benne van az emlékezetünkben, történelmi tudatunkban. Jobban, mint bármely más történelmi események, vagy más nemzeti ünnepeink. Ezért is fontos nekünk, helybelieknek, hogy méltóképpen emlékezzünk, hogy méltóképpen ünnepeljünk, és különösen fontos, mert 60. évfordulóhoz érkeztünk, és különösen fontos azért, mert 10 esztendővel ezelőtt nem engedték, hogy a magyar nemzet az 50. évfordulón méltó módon tudjon emlékezni. Nekünk ma, 2016-ban nem csak 56-ra kell emlékeznünk. Nekünk 2016-ban nem csak az 56-os sebeket kell begyógyítani, és azok után harmóniát teremteni, hanem nekünk a 10 évvel ezelőtti eseményeket is be kell gyógyítani. És a 10 évvel ezelőtti események után, amely megosztotta az országot, és újra felszínre kerültek azok a politikai törekvések, amelyek a megosztást próbálták úgymond állandósítani, nekünk velük szemben az egységet, az összefogást, a jövő építését kell szimbolizálni. Minden egyes közösségi alkalmunkon, minden egyes megemlékezésünkön, így a tavasi, a gyóni 2016. évi, 60. évi megemlékezésünkön is. Nekünk harmóniát kell teremteni saját lelkünkben, közösségi lelkünkben, egymás iránti tiszteletünkben. És a jövőbe kell tekinteni, össze kell fogni. Egységbe kell kovácsolódni, és családjainkban, közösségeinkben, településeinken, hazánkban, a magyarság köreiben a jövő felé kell tekinteni, és ki kell alakítani azt a harmóniát, amely arra ösztönöz minket, hogy a magyar nemzet, Európa és a világ számára értékes, hasznos, teremtő közösség legyünk. Teremtő közösség akarunk lenni mi dabasiak is. Azzal az emlékhelyel, amit most kialakítottunk, emlékponttal, egy térségi emlékhelyet alakítottunk ki, mint ahogy a korábbi diktatúra áldozataira emlékező emlékpontunk is ezt célozta meg. Most már két térségi emlékponttal, emlékhelyel, kiemelt emlékművel hívhatjuk fel magunkra a figyelmet, és mutathatunk példát minden közösségnek. És ez csak a kezdet. Az a kis szűk emlékpark és emlékmű, amit most mi itt körülállunk, ez valaminek a kezdete. Gyont a kommunista diktatúra egy bűnös településért végezte. Megvégezte ezt a települést, ennek a településnek minden tagját, az egész közösséget, amit szerintem a mai napig nem sikerült méltó módon orvosolni. Nekünk, utódoknak, jelenben élő döntéshozóknak, ítélőknek erkölcsi kötelességünk, hogy jóvá tegyük az 56 utáni megtorlásokat. Hogy kitöröljük a megbélyegzést, hogy Gyónt méltó helyére emeljük a térségben, hogy Gyón nem csak ezzel az emlékponttal, hanem az emlékpont környezetében kialakuló utcaképekben, a gyóniak közösségi érzésében, az itt élő emberek önbecsülésében egy állandósult, pozitív irányú változás álljon be. Ennek első lépése, ennek az emlékpontnak, ennek az emlékhelynek a kialakítása, és most itt szeretném bejelenteni, hogy ahogy 56 után elindult valami Magyarországon, és aztán 89-ben folytatódhatott, most itt 2016. október 22-ével elindul valami gyónon, ami folytatódni fog, és remélem, hogy a végtelenbe tart. Egy olyan lelki és testi és környezetbeli megújításba fogunk, amely eltörli a megbélyegzést, amely méltóságot teremt, harmóniát, kiegyensúlyozottságot, és mindenképpen olyan érzéseket vált majd ki, amely optimista hangulatot teremt a jövőt illetően. Egy több száz millió forintos programba fogunk bele, amely következő években, vagy akár évtizedekben is folytatódni fog. Ennek az első eleme, ez az emlékpont, ez az emlékhely, amelyre ma összegyűltünk, hogy méltó módon emlékezzünk 1956-ra, és hogy megpróbáljuk orvosolni a 10 évvel ezelőtti gyalázatos eseményeket is. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást,
Rendkívül boldog vagyok, hogy különböző generációk tagjai vannak itt együtt jelen, idősek, fiatalok, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ilyen sok pedagógus van közöttünk, és köszönöm szépen az egyházi vezetőknek személyes jelenlétét, és külön köszönöm Bábel Balázs Ések atyának azt, hogy földiként hazajött, eljött és megosztja velünk gondolatait, és a mai ünnepi eseményünknek az ünnepi szónapa. Tisztelt emlékező földieim, tisztelt polgármester úr! 1945 őszén, így október végén egy nagyon magas, arisztokratikus külsejű plébános került jobbra Kozár Gyula személyében. Nem sokkal előtte tábori papként ott volt Lengyelországban, Varsó ostrománál is, sőt megtudtam tőle, hogy később maguk a lengyel tábornokok is kérdezték, hogy mire emlékszik, amikor Varsó ostroma volt. Ide kerülvén akkor alakultak meg a pártok, és a kommunista párt is, mint egy ilyen jóindulat megnyeréseként meghívta a plébánost, hogy jöjjön el, mert még ők is föl fogják tenni a párthelységbe a keresztet, és mondjon ott egy imádságot. Kozár Gyula azt mondotta, nem megyek. Elküldte az öreg zárdai lelkészt, és a fiataloknak, akik akkor alakultak a katolikus legényegyletbe, a Kalotban, többek közt apám is ott volt, azt mondta, rövidesen kidobják a keresztet, megszüntetik majd a pártokat, lesz a kollektivizálás, és minden úgy fog történni, mint a Szovjetunióban. A jóslata bevált. Ő aztán innét elkerült, azt szerette volna, hogy káplánja legyek, oda is kerültem, de aztán tovább vezényeltek, még akkor sem mondott el semmit, de megérte a rendszerváltást, és akkor halál előtt elmondotta, hogy valójában kicsoda ő. Ő a cári családnak a leszármazottja volt, amikor kitört a bolsevik forradalom, valaki őt kimentette, és elkerült Kárpátaljára, és aki emlékszik rá, egy kiváló magyar lett belőle, és mindent tudott saját családja, hazája történelméből, hogy itt mi fog történni, és beigazolódott. A történészek szerint sem október 23-a volt valójában a forradalom kiinduló pontja, hanem akkor kezdődött, amikor az első szovjet katona átlépte a gerincét a Kárpátoknak, és vele együtt jöttek a moszkovita agitátorok. És szinte menetrendszerűen minden úgy történt, amint a Szovjetunióban is, felszámolták a pártokat, a földosztást hamar visszavonták, kollektivizálás lett, kizsigerelték a parasztokat, beverték a TSZ-be, nagy beadási rendszert kezdtek el, nem különben a munkásokat is, az értelmiséget deportálták, fölállították a gulágokat Recsken, azután a Tisza mellett és sok mindenfelé, és most derülnek ki azok a politikai perek, hogy valójában mik is voltak, gondolok itt a Mindszenty perre, az összeesküvési perre, a rajperben csak az volt, hogy gyilkosok gyilkolták a gyilkosokat, és egészen ilyen rémséges világ, egy szinte épp apokalipszikus világgá lett Magyarország. És amikor Poznanban kitört a fölkelés, akkor valamiképpen erőre kaptak azok, akikben még volt merészség és bátorság, és kirobbantották a forradalmat. A forradalom igazi hősei azok a 15-től 25 éves korig lévő fiatalok voltak, a pesti srácok, vagy ahogy Déri is mondta róluk, a szent suhancok. Fekete Istvánnak van egy levele akkori időkből, levél Bécsbe barátomhoz, és megköveti a fiatalságot,
hogy ti voltatok azok, akikről minden rosszat elmondtunk, hogy ti már semmire valók vagytok. De bezzeg még mik voltunk mi, akik megjártuk az első és második világháborút, és most megkövetlek benneteket, mert ti vagytok az igazi hősök, ti a hazátokért adjátok fiatal életeteket. Azok a fiatal srácok mára már megöregedtek. Alig vannak olyanok, akik még aktívan harcoltak volna, és köztünk élnek. De még sokaknak van emléke abból a korból, ha más nem, szülei, nagyszülei elbeszélése alapján. Én egy pár évvel ezelőtt az ottani piasztéri megemlékezésen a emlékparkban elmondtam, hogy nekem ez a zsovoda volt 6 éves koromban a forradalomról való híreknek és megélésnek a helye. Hiszen a forradalom napjai előtt a Kossuth-Lajos utcában laktunk, és amikor kitört a forradalom, arra mentem hazafelé, és térdig, vagy legalábbis bokáig turkáltuk a tanácsházán kidobált papírokat. Nagyon büszke voltam a kis Kossuth címeremre, és valami olyasmit tapasztaltam meg, hogy az emberek mások, mint korábban voltak. És a forradalom napjaiban költöztünk lovas kocsival, és jó emlékszem, itt puskás őrök álltak, majd pedig, amikor a Biksa Miklós idejött, hogy úgymond visszaállítsa a régi rendszert és rendet tegyen, a történetet az idősebbek jól ismerik, amikor őt már üldözőbe vették, miután ő lőtt meg előtte embert vagy embereket, akkor még máig is él Nagy István egyik óvodástársamnak az anyja, épp a napokban beszéltem erről vele az óvodában, vagy a öreg otthonban, hogy beszaladt ide és mondta az óvónőknek, ölik a Bikszát. Minket elengedtek az óvónők, menjetek az a gyerekek, de akkor már mi ott laktunk, ahol most. És láttam, hogy óriási nagy tömeg van a Kubik Laci bácsi háza mögött. Hazamentem, anyámnak mondtam, hogy mi van ott. Jaj, gyerünk, ne, hogy apád is benne legyen ott, mert tudta, hogy nem fog kimaradni belőle, hogyha ott van ilyen forradalmi eseményekből. És akkor már csak azt láttam, mikor Biksa Miklós ott leterítve feküdt, be volt takarva, csizmáira másnap is, vagy emlékszem még most is, a másnapi napon arra, hogy túrták a disznók a vérét, amikor arra mentünk. Aztán jött a kegyetlen megtorlás, amit már én is rettegéssel fogadtam, mint gyerek, mert attól a szótól, hogy ávós, én úgy féltem, mint ördög a tömjénfüsttől. És hát rokonságomból magát a plébánost is összeverték, és sokakat, és tudtam azt, hogy a rettegés ideje jött el. És ez volt az egész országban. És nem volt ennek számon kérése. Ez az igazságszolgáltatásnak egy óriási nagy hiánya. Mert a mai napig a náci bűnösöket üldözik. Ha találnak egy olyan embert, aki csak portás volt Auschwitzba, még mindig bíróság elé állítják. A tömeggyilkosok pedig ágyban és párnák közt haltak meg. Legalábbis mi úgy látjuk. De az Isten igazságos. Egy öreg pap mondta nekem, ne felejtsd el, az Isten már ebben az életben is visszafizett. És annak a korszaknak, amit magunk mögött hagytunk, ugye a legemblematikusabb figurája volt Kádár János. És mi történt vele? Megtébolyodott. A lelkiismeret furdalása ezt okozta. Mert nincs szórósabb darázs, mint a lelkiismeret furdalás. És így mondják, hogy Grósz Károlynak ő azt mondta, hogy papot kérek, hiszen amikor nevel gyerek volt valahol, én azt a családot is áttételesen ismertem, elvitték őt abba az időbe templomba,
de aztán egész másként alakult a sorsa, és talán volt is nála bíró Imre, de már ő is meghalt, aki még koronatanúja lehetne annak, hogy egy vergődő ember valamiképpen ráeszmél arra, hogy mit művelt, és kéri valamiképpen az Istentől a bocsánatot. Igen, egy ilyen kort hagytunk magunk mögött, amiben voltak hősök, árulók és megalkuvók. Az egyik legtisztább forradalmárt, Pongrász Gergelyt személyesen ismertem, barátságba kerültem vele. A holnapi napon oda megyek az 56-os kápolnához, ahol ő el van temetve, és azt a kápolnát én szenteltem föl, ami nem csak az 56-os hősöknek, hanem kérésemre Kapisztrán Szent Jánosnak a tiszteletére is lett fölszentelve, hiszen éppen október 23-án, 500 évvel ezelőtt a nándorfehérvári diadalt követően halt meg az a ferences pap, aki az akkori szabadság egyik hőse volt, mert segítette a keresztény seregeket, hogy 1456-ban győzzünk. És mint a föltámadt volna a lelke 1956-ban, 500 év után. És hát az a kápolnácska az 56-os vértanúknak az emlékére és Kapisztrán Szent János tiszteletére épült. És Pongrász Gergely mondta nekem, még máig nem tudom, hogy jól cselekedtünk-e. Mert amikor a Korvin közben elfogtunk egy magasrangú ávós tisztet, a többiek meg akarták lincselni. Én nem engedtem. Azt mondtam, a törvényes igazság elé kell állnia. Majd akkor feleltette ért. És nem ott volt bántódása, semmi baja nem történt a harcok idején. De aztán, amikor leverték a forradalmat, ő szabadon, illetve bosszú vágytól fűtve azokat, akik ott voltak, föladta. És volt, akiket éppen ő miatt akasztottak föl, mert jól ismerte a forradalmároknak a személyeit. És ezt kérdezte, jól tettem, mert megmenekültek volna a barátaim. És abban a vívódásban azt mondtam, személy szerint biztos, hogy jó tette, mert irgalmasságot gyakorolt, az Istené az igazság szolgáltatás, de ő azt meg fogja tenni. Mert az a rendszer, amely ateizmusra, materializmusra, gyűlöletre, osztályharcra épül, az tartósan nem maradhat fönn. És éppen a mögöttünk lévő időszak bizonyítja. Mindszenty bíboros is a végén, amikor kiszabadították Rétsági fogságából, mondott egy beszédet a rádióban, amit teljesen meghamisítottak, aminek igazi eredeti szövegét hallhatjuk most már és olvashatjuk. És amikor bemenekült az amerikai nagykövetségre, hogy mentse magát a későbbi időkre a magyarok számára, ő föl volt készülve arra, hogy az oroszok betörnek az amerikai nagykövetségre, és őt elviszik. És hamarjában kézzel írt egy végrendeletet. Ez is olvasható. Még máig szól nekünk, hogy mit mondott. Üzente a magyaroknak. Azt mondotta, az orosz megszállókhoz és azok csatlósaihoz legyetek rideg tartózkodással. A szabad és független Magyarországhoz és a hősök sírjához legyetek hűségesek. Az elnyomás éveiben vonuljatok vissza a családi életbe, mert majd a családok fogják újra ezt a nemzetet fölvirágoztatni. És még azt is mondta, mindenki legyen hűséges a vallásához, és külön szólt még a katolikusokhoz. Mert láthattátok, írja Mindszenty bíboros, hogy a hitetlenség, istentelenség mit tud okozni az emberek életében. Igen,
Hát ezek az események, ezek itt vannak is, ezeket nem szabad felejtenünk. Át kell adnunk. A mai világ éppen azt sugallná nekünk, hogy gondolkodjunk ilyen kozmopolita módon, hogy ott jó nekünk, ahol jó megy a sorsunk, ott van a hazánk. Nekünk itt van a hazánk. És itt kell megmaradnunk őseink ezer éves földjén, amelyet annyi sok vér áztatott. Amikor főhajtással és tisztelettel gondolunk az előttünk járókra, hőseinkre, vértanúinkra, akkor azt a verset, amit a forradalom napjaiban Sinka István írt, az a mellőzött paraszt származású költő, akinek verséből vettük a kétsoros mottót, vagy vették a szervezők a mostani ünnepre, én azt a kis verset teljes egészében, azt az egy verszakot felolvasom. Üdv néked, ifjúság! Üdv néked, ifjúság! Üdvözz légy, magyar nép, ki lángban és vérben születtél meg újra. Három nagy éjszakán, vad ágyú dörgésében, melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja? S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor harsonáját fújja? Búcs igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokát. Tisztelt megjelentek! Most az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrejött emlékbizottság támogatásával és Damasváros önkormányzatának áldozatvállalásával létrehozott térségi büszkeségpontunk, térségi emlékhelyünk leleplezése következik. Felkérem Kőszegi Zoltán polgármester urat, Pálinkásné Balázs Tünde és Zelenák András alpolgármester urakat, valamint a Gyóni város részben egyéni választókerületekben megválasztott képviselőtársaimat és az alkotót, Gábor Emese szobrászművészt, hogy segítsenek a szobor leleplezésében. Engedjék meg, hogy megosztam önökkel azokat a gondolatokat, illetve azokból a gondolatokból egy pár mondatot, mely az emlékmű tervezése és alkotása közben fogant. Ugyanis ezt az emlékművet együtt terveztük az önök jeles vezetőségével az önkormányzatban, és együtt formálódott, fejlődött, hosszú hónapok sora volt ez. Rengeteg gondolat változott, és úgy született meg az, amit mindannyian a legnemesebbnek tartottunk ehhez az évfordulóhoz. A homlokzatról lehulló lyukas címerétől megfosztott zászló a kövezetre hullik. Azokra a kövekre, melyek szerte az országban már egyszerűen csak 56-os utcakövek nevet viselik. Ezekkel a kövekkel a kezükben szálltak szembe a fiatal és idősebb forradalmárok a szovjet tankokkal. Puszta kézzel. A felszedett burkolatkupac ezt az elszántságot jelképezi. A zászló porba hullott, de a rongyosra szakadozott foszlányai önálló életre kelve, szellemi síkon emelik tovább az ég felé.
a hősi halottak szimbólumainak lelkei, e madarak, akik csak testükben haltak meg, lelkükben tovább élve az ég felé emelték a forradalmat. Míg a szakadozó zászló a nagy energiákat, az eszmeiséget, a forradalomba fektetett emberfeletti akaratot, addig a madarak a lélek szárnyaló szabadságát jelképezik. Ezzel utalva a test békjóba zárt lélek halhatatlanságára, lelki és szellemi továbbélésére egyúttal. Valahol a zászló szublimálódik, változik madárrá. Nem is akármilyen madarak ezek, nem békegalambok. Sajnos nem. Nem vércsék, hanem fecskék. A fecske dabashoz kötődő madár. A szabadság, a vissza és hazatérés szimbóluma is egyben. Az itteni hősi halottak, az ártatlan áldozatok lelkei immár szabadon hirdetik tovább az igazságot. Hazatérnek hozzánk. Minden évben, de ezen a kerek évfordulón talán még inkább. És végre. A zászló nem csak egy tárgy, a zászló jelkép. A kivágott közepű, címerétől megfosztott zászló a nemzet akaratának a jelképe. A zászló a legpuhább, legszakadékonyabb, legkönnyebb anyagból, míg az általa képviselt eszme a legkeményebb akaratból és igazságérzetből születik. Ezért a legfinomabb sejem lobogót most a legkeményebb anyagból, bronzból mintáztam meg. A múltból a jelenbe, a földiből az égivé, az anyagból a szellemmé való átalakulást megjelenítve, a bronz zászló földhöz közeli részein a fekete, gyászos patina, még az éghez közeledve az egyre fényesebb bronz szín dominál. Így az emlékmű egyszerre kifejezi azt a tényt, hogy ideig óráig megkötheti az emberek kezét egy felsőbb ideológiai eszme, de előbb-utóbb a lélek kitör a rabságból és megtestesül. Álljon hát az ártatlan áldozatok emlékére ez az emlékmű, hirdesse 56 gyászát, fényét, igazát. Dabason a dabasiaknak. Köszönöm. Most tisztelettel felkérem Bábel Balázs érsekatyát, hogy mondjon ünnepélyes áldást a felszentelt szobornál. Urunk Istenünk! Szent fia tanítja, senkinek nagyobb szeretete nincs, mint aki életét adja barátaiért. Ez a zászló, mely 56 hőseire, vértanúira emlékeztet bennünket, egyben arra is, hogy fiatal életüket adták nemzetünkért, hazánkért, értünk. Őrájuk is vonatkozik, ugyanez a megállapítás, hogy a legnagyobb szeretetnek lettek a hősei, mert életüket is készek voltak feláldozni. Ez a zászló legyen egyszerre a hálának a kifejezése, másrészt az emlékezésnek, mert a múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él. Tiszteletet és főhajtást adunk a hősöknek, és kérjük az Urat, hogy nemzetünket őrizze meg, ami imádságunk szerint. Isten, áld meg a magyart. A mindenható Istennek, az Atyának,
a fiúnak, és Szent Léleknek áldása szálljon rá, és maradjon rajta. Amen. És a gyóni protestáns egyházak nevében nagy tisztelettel megkérem Balogh Eszter evangélikus lelkészasszonyt, hogy ő is mondja el szobor áldását. Az Úristen áldjon meg bennünket, és őrizzen meg mindannyiunkat. Segítsen bennünket ahhoz, hogy mindig is emlékezzünk a múltra, mindig is tanítson bennünket a múlt, és segítsen bennünket figyelmes életre. Az Istenre figyelmes életre, és arra, hogy mindig is figyeljünk egymásra. Amen. Kedves jelenlévők, most következik a mai nap egyik legünnepélyesebb pillanata, a megemlékezés koszorújának elhelyezése. Megkérem a koszorúzó intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok képviselőit, hogy sorakozzanak fel a Kovács Sámuel tüzércsapat tagjainak felvezetésével, és sétáljanak át a koszorú elhelyezéséhez a gyóni 56-os mártírok 30 István, Lakos János, D. Szabó Károly és Balla Pál obeliszkéhez. A koszorúzás idejére átsétálunk tehát a gyóni főtérre, de kérek mindenkit, aki a koszorúzásban részt vesz, hogy azt követően sétáljanak ide-vissza, ahol együtt fogjuk majd elénekelni a szózatot, majd pedig szeretettel invitáljuk valamennyiüket a nyugdíjas ház termébe, ahol egy szerény vendéglátással is készültünk. Yes. Good.